Jó reggelt kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus! Szokásunktól eltérően nem csütörtöki napon kerül föl az üzenet, a mostani aktuális üzenet a Facebook oldalunkra, hanem ma szerda van, szerda reggel. Miért? Mi ennek az oka? Az oka egy meghívás, ma estére szeretettel hívjuk innen a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templomból az érdeklődőket, arra az ünnepre, amely egészen különleges és kiemelkedő. Jelesen a templom mérhetetlen sok értékkel bír. Az egyik nagyon szép és legfontosabb értéke, mint ahogy minden templomnak is, a főoltárunk. A főoltár és a szentély fölött függő feszület Molnár C. Pál alkotása. Ismerjük az ő nagyszerű életét, művészi pályafutását, és tudnunk kell, hogy hány templomot ékesít az ő műalkotásainak a sora. Templomunkban azonban nem csak a főoltár kép ragyog, hanem, és a főoltár maga, ami szárnyas oltár, hanem most egy új képe kerül be a templomba, kerül elhelyezésre a keresztelő kápolnába. Ezt a képet fogjuk megáldani a mai napon, 17 órakor kezdődő szentmise keretében, méghozzá Molnár C. Pál rokonságának a részvételével. Ezen a napon egyébként egy külön utcát fognak majd elnevezni a művészről budai oldalon. Azért is szeretném meghívni a testvéreket erre az ünnepre, mert egyrészt egy szent család képről van szó. Márpedig a családnak a szentsége és szerepe az életünkben mindig is kulcs, hiszen van egy másik gyönyörű műalkotás, Józsa Juditnak a család, magyar család szobra, amit talán a legjobban szeretnek, vagy a legjobb a közé tartozik, amit az ide látogatók szeretnek. Hirdeti a családnak a szentségét, azt, hogy forrás pillére az életünknek, ez utóbbi alkotás is egy élő fa gyökerére és törzsére épül a gyönyörű szép kerámia szoborcsoport azután. Visszatérve Molnár C. Pálra, nagyon örülünk annak, hogy sikerült egy egészen különleges attrakcióval is gazdagítani a templomot Molnár C. Pálhoz kapcsolódóan. Ugyanis a főoltár mögött az apszisban elhelyeztük azt a két pályaművet, amely akkor keletkezett, mikor összetört a háborús belövés nyomán a majolika főoltár, egy gyönyörű majolika főoltárunk volt, és kiírták a pályázatot az új főoltárkép elkészítése érdekében. Két pályamű az, ami kiemelkedő a pályaművek közül, az egyik Molnár C. Pálé, a győztes pályamű, a másik pedig Szőnyi Istváné. Egészen különleges élmény látni a pályaműveket és a győztes megvalósult Molnár C. Pál főoltár képét. Úgyhogy megtekinthető pályamű és megvalósult gyönyörűséges kincs. Most tehát a másik érték kerül a templomba, Molnár C. Pál szent család képe. Hívom szeretettel az érdeklődőket a mai esti ünnepre.